Halmokban áll az építési törmelék Bátaszék határában. A felvételeken jól látszik, hogy az út mentén hosszan elnyúlik a szeméthalom. Bár az engedély nélküli hulladék lerakása bűncselekmény, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. Január 28-án nyílt meg erre a lehetőség. Mi az elmúlt héten áttanulmányoztuk a pályázati kiírást, és hát nem az elmúlt héten, de a korábbi időszakban is körbenéztük, hogy a város környékén hol vannak olyan kialakult illegális hulladéklerakók, aminek a felszámolása sürgős és fontos lenne. Úgy döntöttünk, hogy a mögöttünk álló területnek a hulladékmentesítésére nyújtunk be pályázatot. A felmérések alapján mintegy 350 köbméternyi elsősorban építési törmelék található itt ezen az önkormányzat tulajdonában lévő területen. A városvezető azt mondja, a település több pontján van illegális szemétlerakó. Hát sajnos nem csak itt van, független attól, hogy igen komoly szemléletformálás is zajlott az elmúlt években hulladék kezelés és gyűjtés tekintetében. Én úgy gondolom, hogy a szolgáltató és a város is nagyon sok olyan anyagot küldött el és olyan feltételt megteremtett, hogy a háztartásokban keletkező hulladék elszállítása rendezett módon történjen, hiszen heti szállítás van, zöld járat van, építési törmeléket be lehet szállítani. Nekünk van gyakorlatilag egy hulladék udvarunk, ami minden nap nyitva van és elérhető, és oda nagyon sok hulladékot térítésmentesen lehet beszállítani, akinek szolgáltatási szerződése van. Ettől függetlenül alakulnak ki ilyen helyek, például itt is, de a városnak sajnos van még 2-3 olyan külterületi helye, ahol hasonló helyzetet tapasztaltunk. De igazán az anyagi lehetőségek határozták meg azt, hogy ezt a helyet jelöltük ki, hiszen ez körülbelül ennek az ártalmatlanítása körülbelül azt a költséget fedi, amely esetleg egy nyertes pályázat esetén a város részére megpályázható és igénybe vehető. A város önkormányzata ehhez a pályázathoz 500 ezer forintnyi önerőt kíván biztosítani. Ha a pályázaton nyernek, akkor hamarosan elkezdődhet a hulladék felszámolása.